Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornánk! Hiper jelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 22, 100 év a mezőgazdaságban. Tudom, hogy a Farming Simulator, de úgy gondolom, hogy inkább így akarom definiálni ezt a részt. 100 év a mezőgazdaságban sorozatunkkal, és elérkeztünk 1919-be, és Viola Bence feltett egy kérdés, amelyik eléggé, hogy mondjam, lehet, hogy másokban is felmerült, hogy hogy fogom megoldani azt, hogy az évszakok is ugye pörögjenek, hogy egy év alatt lepörögjön négy évszak. Hát igazából ez nem fog így megtörténni, mivel akkor ilyen horribilis hosszú, nem tudom, ilyen 6-7 órás részeknek kellene lennie, hogy bele legyen ugye a vetés, az aratás, meg a permetezés, meg a nyomlálás, meg a mindenféle munka. Szóval ez nem megvalósítható, hanem ez úgy van, hogy egy rész az egy év, de technológiailag. Tehát így gameplay szempontjából folyamatosan haladunk és vetünk, aratunk, viszont technológiailag ugrunk egy évet, tehát elérhetőek azok a technológiák, nagyon sokszor használtam azt az volt, amik most már 1919-ben például elérhetőek. És 1919-ben már volt traktor, igen, tudom, hogy egy picivel, egy icipicivel előbb is volt, gőzmeghajtású kész, traktorok, ugye lehet YouTube-on is látni róla videót, hogy ilyen iszonyat nagyok, és ilyen iszonyat sokekét húznak, meg egyébként fogok beszélni még mezőgazdasági dolgokról, mert egy kicsit fogunk ugrani valami ennyit, mivel, hát hogy mondjam az egészet, nem teljesen tudunk haladni a korral, szóval itt meg kell fordulni ezzel a csodálatos ökrös szekérrel, és valahogy be kéne ott menni, ajjaj, neki mentünk egy kicsit a falnak, fel is nyerített az ökrösekért. Egyébként képzeljétek, a készítője ennek a módnak az előző rész aláírt, és örül neki, hogy használjuk a részt, és mondta, hogy ha B-vel... A B-vel? Be lehet kapcsolni, hogy a kocsis az üti a lovat. Wow. És még csattint egyet az ostorába, és azt mondja, hogy mondta de anyádnak, hogy szűz. Szóval igen, nagyon kemény. Ez lehet, hogy most ez bekapcsolva marad? Nem hiszem. Talán nem. Mert most meg fogja az ostor, mint az őrült a csávó. Igen, azt akartam mondani, 1919. Ugye megjelentek már ilyenkor, főleg a késznek vannak az elhíresült, ugye ilyen steames, tehát ilyen gőzmeghajtású traktorjai, de ez nagyon érdekes volt a folyamat, erről akarok beszélni egy kicsit, hogy edukáció is legyen. Ugye legelőször úgy működtek a gőzmeghajtású földművelés, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, de ez egy nagyon érdekes dolog. Úgy működött, úgy találták ki először, hogy nem a traktorba építették a gőzgépet, hanem kivitték a föld szélére a gőzgépet, így vagy úgy, az a lényeg, hogy kivitték, de nem azt találták ki, nem találták ki először, hogy a gőzgép húzza például az ekét, hanem mondjuk lerakták a föld szélére a gőzgépet, egy hosszú lánc vagy drótkötőjének segítségével a gőzgép elkezdte felcsévélni ezt a drótkötelet vagy láncot, és ennek segítségével ugye az ekét tudták húzni a föld egyik végéből a másikba. És ezt így csinálták, ez volt a legelső ilyen gőzmeghajtású szerke, és ezt elég sokáig is használták, és ugye később találták ki azt, hogy mi lenne az, hogy akkor ezt a gőzgépet, ezt építsük négy kerékre, és akkor konkrétan legyen önjáró, és akkor húzza az ekéket, és ez így működött. Viszont én beraktam ezt a modot, ezt a kész gőzgépet, ugye ezt a traktort, de nem akarom használni, elég nagy is, elég ormótlan, meg ez egy nagyon-nagyon-nagyon ritka dolog volt, azért ez nem egy elterjedt volt. Természetesen a következő traktorok, amiket ki fogunk próbálni, azok se voltak ilyen nagyon mainstream-ek, tehát nem minden gazdaságban voltak felelhetőek, viszont ez a késznek a gőzgépei, ezek tényleg ilyen, szinte egyedien készültek, és ezek nem arról voltak híresek, hogy az utolsó kis faluba is ilyenek lettek volna, értitek, srácok. Nekem nem. Beszéltünk ugye arról, hogy működött először a gőzgéppel való szántás most, és akkor beszéltünk arról, hogy voltak ezek, átugorjuk, esetleg meglátjátok a boltbe, mert mindjárt viszont fogunk vásárolni egy darab traktort. És nem is tudom még miről akartam beszélni. Egy csomó mindenről akartam beszélni. Ja, 1919 van, és technológiai fejlődés, idő az nem megy, mivel azért folyamatosan kell dolgoznunk, technológiai fejlődés következő lépése,
meg elkészülnek az első belső égésű traktorok, amiket nem más kezdett el gyártani legelőször, mint a Fordson. Talán az egyik legelső gyártó volt. Emeljük a boltba és veszünk egyet. Igaz, hogy nem RP-zünk, de azért valami egyre nem olyan nagy az a map, hogy most én ezt itt ugráljak meg minden. Ide eljavelunk, és akkor itt megvásároljuk az első traktorunkat. Sajnos a Hoffer traktorok nincsenekben, nincsenek róla modok, szóval nem tudom azokat berakni. Igaz, egy picit azok később is készültek, később is jelentek meg. Tudom, hogy ez a Fordson is Magyarországon nem volt nagyon elérhető egyáltalán, volt is belőle darab, de biztos volt egyébként, mert ha egy-kettő azért gondolom, a másért nem azért, hogy inkább ilyen tesztek azért használták, de én azt gondolom, hogy azért kezdjük el valahol a gépiesítést. De mindjárt azt akarok még beszélni dolgokat. Zsukjátok be a szemeteket, mert meg fogjátok látni, milyen epik jó modok vannak. És pont ezekkel az a modokhoz kapcsolódó dolgot szeretnék majd mondani. Hol van a Fordson? Így van a Fordson, és ugye ez a legelső példánya. Ez az F modell, ezzel fogjuk kezdeni. Gyönyörű, csodálatos. És ezt meg fogjátok látni, nagyon érdekes. 50 euróba került, nem én írtam át az árat, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon pici traktor, ugye. Ez az első ilyen konstrukciók egyike. Ugye előtte már a gőz meghajtású traktorok azok léteztek, viszont ez egy sokkal kompaktabb méretet tudott biztosítani. Ugye itt még felejtsük el azt, hogy gumiabroncsokon gurult volna, egy az, hogy sokkal hatékonyabb is volt ezekkel a kerekekkel, ugye például a Magyarországon is a körmös Hoffer, az is körmös kerekekkel volt felszerelve, de azon azt hiszem, hogy volt még egy, lehetett, vagy lehetett felrakni még egy plusz bilincset, amin tudott gurulni műúton is, és akkor ugye a körmök nem cseszték szét, meg az aszfaltot, és fordítva az aszfalt se cseszte szét a körmöket. Hát ezen még nincsen, ezen ilyen keresztbe pántok vannak. Ugye az első kerék, mivel azon soha nem volt meghajtott ezeken a traktorokon, emiatt nincs is mintázat, kivéve egy hosszanti mintázat, ami ugye segítette a kanyarodást, és a gyakorlatilag az egyenes futást is, mivel így nem tudott jobbra-balra kiterni, kicsúszni a kerék. Úgyhogy ez emiatt volt a széles része, az meg természetesen, hogy ne süllyedjen el. Ugye látható, hogy kurblis verzió volt még, és igen, és ez ilyen nagyon puritán. Na, menjünk vele, szerintem azt a betyár, ez nagyon pici. És itt pont akarok erről beszélni dolgokról még. Elindítjuk. És mindjárt be is kapcsolok egy ilyen jó kis tempomatot, mondjuk egy 6-tal. Hát ne kapkodjuk el, gyerekek, ne kapkodjuk el. És megpróbálunk. Hát ha menne 6-tal, de 4-jel megy ebbe a nagy hóba. 6-ra van állítva a tempomat, megjegyezném. És hát igen, nem is tudom mennyi, hány lóerőről beszélünk itt. Talán 10 pár, vagy esetleg 20. Úgy gyerekek, hát ez... Na... Jó, oké, most feltette harmadik belőtt nehezen. Nagyon szuper, imádom. Na, hát akkor egy ilyenbe kell gondolkodni, hogy vettünk egy ilyet. Egy csomó mindent így hozzá akarok ezt tenni. Hogy nem fogunk... Várjatok, gyerekek. Rakjunk egy tempomatot, egy héttel azért menjünk. Azért nem megyünk lassan, mert ez tényleg így is volt. Nem szagútoztak ezekkel a járművekkel. Ugye ezek a járművek ritkák voltak, ezekre úgy vigyáztak, mint a szemük fényére. Fater mesélte, amikor először rákerült, kapott egy Hoffert, egy körmöst, akkor konkrétan ő volt a legmenőbb a faluba, mert autók azok szinte nem is léteztek még abban az időben. Csak ilyen esetleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kiváltságosoknak, és emiatt tényleg, hogy egy ilyen gépet rábíztak, és az volt a durva, hogy ugye nagyon fiatalon rábízták, ilyen 15-16 évesen lett traktoros a fater, és amiatt, mert ugye apukám az 35-ben született, 1935-ben, és ugye jött a világháború, és konkrétan a férfiaknak a nagyon nagy része sajnos kivitték ugye a keleti frontra, ide-oda, És meghalt. Utána bejöttek az oroszok, ugye, ott is voltak problémák, itt is ugye védték a hazát, úgymond
a magyarok ott is meghaltak, és a fater ugye 10 éves volt a második világháború végénél, és akkor utána jöttek be, kapott például itt a környék, ugye Nemesrádó környéke, körmösöket, aztán talán egyet, és emiatt ugye a fiatal fiúkat tudták bele vonni ebbe az egészbe, és ilyen nagyon fiatalon traktoros lett. De emlékszem, hogy szoktam mesélni, hogy ugye ilyen nagyon fiatalabb volt, tényleg ilyen 16 évesen talán, és ugye ott az volt, hogy ki kellett használni ezeket a traktorokat. Ez nem úgy volt, hogy 8 órába ment, aztán akkor annyi, mert volt belőlük bőven, meg ugye ezeknek nem is volt egy nagy kapacitása, tehát nem tudott olyan hatékonyabb munkát végezni, emiatt ilyen 0-24-ben mentek velük. És szoktam mesélni a fotel, hogy éjszaka is mentek ugye szántani, meg földet művelni, és nem csak azért, mert éjszaka mitől ez kellemesebb volt, mint most ugye, ahogy a traktorosok azért, mert vanás foglaltsága azért szánt, hanem azért, hogy kihasználják a gépeket mindig, és éjszaka ment szánt, és retteltesen szokott félni. Meg ugye mondta, hogy ezzel szállítottak ki, és szállítmányoztak pótkocsin, mit tudom én, el kellett menni a hatodik faluba, és akkor kellett hozni, vagy Kanizsára el kellett menni, télen a legnagyobb hóesésbe is el kellett menni, azt hozni kellett esetleg marhákat, vagy bármit, vagy disznókat, pótkocsin, akármicsoda. És emiatt kabriók voltak sajnos, meg képzeljétek, milyen kellemes lehetett a legnagyobb hófúvásba is egy ilyet vezetni, azért oké, hogy menő volt, de annyira lehet, hogy nem örült neki a traktoros né sokszor. Szóval igen. Mondta, hogy nagyon cudar körülmények voltak, hát ott ilyen munkavédelem, meg ilyesmit, azt felejtsd, de azt vettél fel, amit tudtál, azt tettél, amit tudtál, és azt is... Na, azért ez megint csettet. Ez megint csettet. Ja, igen, és azt is szokta mesélni, hogy ilyen 10x kilométerre lévő faluba szokott elmenni, ott volt a gépállomás, pölöskei gépállomás. Fú, basszus, remélem, hogy vannak itt esetleg olyanok, akik ezeket tudják. Arra gondoltam, hogy ezt lehet, hogy fogjuk használni. Állítsuk, meg spóroljunk az üzemanyaggal. Csodálatos kis traktorunk van, gyerekek. Hát nézzétek fel, nincs akkora, mint a marha. És ezek tényleg ilyen kis szüttyögő, kis szarok voltak. Na, mit szerettem volna mondani? Igen. Ugye, mivel erről beszéltünk, hogy ezek a traktorok nem váltották le instant ugye az állati erővel vontatott eszközöket, nem fogjuk eladni a marhákat, várjátok, ezekkel meg kéne csinálni valamit, mert itt fogja csattogtatni. De szerintem ezt benyeltem, gyerekek, hogy ez lehet, hogy ez itt fogja csattogtatni az ostorát egész álló nap majd, nem tudom, hogy kell kikapcsolni, kicsit bugos. Igen. Igen, és emiatt ugye nem fogjuk lecserélni, lehet, hogy a 30-as, 40-es évekig meg lesznek a marháink, amivel fogunk esetleg szállítmányozni, vagy bármi. Szóval ezt így képzeljétek el ezt a dolgot. Mit szerettem volna még mondani? Ja igen, egy valamit elfelejtettem, ezt úgy, hogy be is fogom kapcsolni, ugye az erőmódot, hogy tudjak normálisan működni. Igen, verjük neki. Én arra gondoltam, hogy ennek a pótkocsit, ugye ezt felkapcsolom rá, és ez teljesen frankó. Igaz, hogy ugye lovaskocsi kerekekkel van megáldva. Viszont ugye ezen például nagyon a három pontos csatoló meg ilyeneket, azokat el lehet felejteni, mert hát nem volt, igen, nem volt, amint látjátok, van egy darab ilyen vontató rész, hát meg ugye nem is, látjátok, nem tudom, meg nem is olyan eszközök voltak természetesen, amik indokolták volna például a három pontos csatolót, mert nagyon nem dolgoztak, meg nem is használtak ilyen függesztett eszközöket, hanem, hát meg a hidraulikát, ezt hagyjál már, nem volt, hanem inkább ugye a vontatott eszközöket használtak, amik úgy működtek, hogy általában magukról a vontatott eszköz kerekei, ahogy forogtak, úgy kapták a bizonyos dolgoknak a meghajtását. Hú, gyerekek, olyan dolgokat, nem akarom lelőni a poént, de olyan dolgokban ezt a részletek, olyan módokat kerestem, hogy ezt nem fogjátok elhinni, hogy milyen érdekes módok lesz neki még itt. Ezt ide berakjuk. Arra gondoltam, elvisszük a fát, meg lehet, hogy eladjuk ezt a bálát is, aztán akkor lesz egy kis money, most egy kicsit használjuk a traktort, de kihangsúlyozom, nem fogjuk elfelejteni. Szántani,
meg ültetni, meg ilyeneket, valószínű, hogy állati erővel fogunk, már aztán lehet, hogy a traktort is fogjuk használni, hanem, de semmilyen körülmények között nem fogunk olyan eszközöket behozni, amik nem autentikusak, az évszámhoz nem illeszkednek. Mert ezt el kell adni ezeket gyerekek, ez nagyon jó lesz. Mert meg a tökömet megütötte a kocsirút, basszus, hogy mi az. Mi a? Rá, rendesen rácsúsztam, úristen. Lol. Na. Jó, hát ide felszórunk. Ezt a nagyot, ezt nem tudom elvágni, mert ott ki nem tudtam, de ez érdekes, hogy ezt a nagyot, ezt látod, ezt nem akarja elvágni, de nem tudom, hogy miért. Úgyhogy ezt sajnos, ezt így föl kell. Uff, mi a pöcs? Ez érdekes, hogy ja, ott olyan, mint hogyha ott nem lenne ilyen hitboxa ott középen. Ó, semmi gond. Ez föl, hát ez nem sikerült nagyon. Ide berakjuk az oldal mellé. Ezért kapunk egy kis zsetont, elvisszük a fűrészüzembe. Az nekünk jó lesz. Még mindig esik a hó, ugye nagyon sok mindent nem tudunk csinálni. A következő részben viszont szerintem már szántást tervezek, vagy valamilyen munkát. Úgyhogy én ezt valószínűleg úgy fogom megoldani. Ugye mivel így munka közben hát nem úgy telik az idő, ahogy éppen nekünk az optimális lenne, hogy esetleg, hogyha más munkafolyamatot akarok, akkor gameplay előtt bele fogok addig pörgetni az időbe, hogy ne így gameplay közben kelljen itten pörgetgetnünk. Na figyeljetek, felraktuk mindent szerintem, hát itt még vigyünk belőle párat. Lehet, hogy még itten csapok le ebből, mert miért nem? Na miért nem visz? Ú, ez jó lesz. Ilyen jó vastag. Mi ez? Milyen fa ez? Big fa? Ebben van a kemény foszú. De hát igen, most ez nem, azt hiszed poénkodok, de nem. Hát ugye a kemény fában van a szúvaknak a szúknak a izé, a különböző verziói. Hát ugye van, amelyik a kemény fában van, ez tényleg, nézd meg, biológia. Figyelj, biológia vagy környezetismeret óra nyugodtan mondatot, hogy ilyen szúvak léteznek a fákban. Kemény fa, szó meg van puha faszú is. Különben nem, az más fajták, hogy nem. Hogy nem, ne viccelj. Egyik jobb, mint a másik. Hát ezt valaki biológia órán ezt így benyugi, akkor biztos néznek egyet. Mint nekem, amikor izé, hát figyelj, én most nem tudom. Én rohadt nagy parasztok voltunk, ezt én nem tagadom. Sajnos nem sajnos, de tényleg ez van. Mármint így a család. Aztán mi a... Na ezért a légyköpő bogarat az kukacszarónak szoktuk mondani. Most nagyon izétek, nagyon húzzátok a szemöldököteket, én már látom. De alá komolyan, volt akinek már még azt mondták, hogy kukacszaró? Mármint, hogy nem embernek, hanem hogy nálatok nem mondták a légyköpő bogarnak, hogy kukacszaró? Húha, kicsit belevegtünk, nem vettük meg fel a izét a piát. És igen, és nem légyköpő bogárnak, aztán nem tudom, pont sikerült azt elkapnom azt a frankó kis pillanatot, amikor a tanárnő kérdezte, hogy hát ez mi. Aztán én meg olyan ügyesen jelentkeztem, mondom, végre valami, mert tudom, valamiben okos tudok lenni. Hát de jó, ez izébe voltam, ez ilyen általános első, hogy kell második, vagy a tököm tudja. És akkor én nagy velmenesen mondtam, hogy a kukacszaró bogár. Hát erre bazzák kiküldtek az osztályból. Mondom, mi folyik itt? Hát végre okosat mondtam. Aztán mi történt? Kiküldt, kizavartak. Hát ja, mondjuk sose voltam a tanárok kedvence. Több igazgatóim volt, már a végén 8-ban már azért nem adtak több igazgatóit, nem, hogy évet kell ismételni, vagy bármit kelljen velem csinálni, hogy csak már szabaduljanak meg tőlem. És ez mindenféle túlzás nélkül, gyerekek, ez nem poénból mondom. Na nézzük, hát ezt jó megraktuk, azt a betyár, hát ez lehet, hogy egy kicsit erős lesz. Na nézzük, figyeld, megküldjük neki, megküldjük, nyomunk neki egy enter, csak ne lepotyogjon, úgyhogy azt hiszem, hogy a falu, mások falu végén van a... Hú, de jól néz ki, hogy van ilyen izé. Fordulatszámmérő. Azt nem mondta, hogy 12 000-re pörög ez a gép. Ja nem? Szor 100? 800? 1200 fordulat az már erős neki, hallod? Egyébként, hú, basszus, mindjárt mondom, várja. Indulj. Ajaj. Jó van, szereti. Na.
Basszus, mit kezdtem el? Mit kezdtem el, valamit el akartam mesélni. Na, tessék. Ennyi. Ennyit ért. Nem akar fölkapcsolni háromba, szerencsétlen szenved, oda nézi. Jaj, meg ráadásul mindjárt itt meg Domnak fölfelök menni. Jó, hát alig várnak, hogy izéljek, hogy megszabaduljanak tőlem. Már több igazgatóit nem adtak, mert még a végén évet ismétlek, akkor aztán vége. Fölgyújtom a, tényleg az iskolát már, nem csak a melléképületet, mindahogy meg is történt a melléképülettel, ugye? Jaj, micsoda balhé volt a csém. Nem gyújtsátok fel az iskolának a melléképületét. Nem boldogok tőle, tanárok. Gyerekek. Durva dolgok voltak. Fú, mindig azon gondolkozok, hogy ezeket elmeséljem-e, vagy nem meséljem. Jó, hát egyébként ezek a kerekek, az biztos nem rúgnak meg. Azért ki volt találva régen, nem? Ezek belemennek a földbe. Figyelj, jobbat fognak, mint egy fenyőmintás gubi. Hú, srácok, azért itt ez küzd, mint tisztó jéger, arra nézzél. Hát azért megrugdos. Kettővel fölfele. Milyen hangja van? Hát rendesen szenved, gyerekek. 2 km/h fölfele. Egy icipicit, mintha rugna a hátulja egyébként. Na, hát azt mondom, hogy elmeséljem el, hogy milyen jó gyerek voltam, az mindig ilyen érdekes, tanulságos. Össze tudjátok hasonlítani, hogy mennyire jó vagytok hozzám képest. Vagy én, hogy milyen voltam. Első ilyen komolyabb incidensem a rendőrséggel, az nem tudom, olyan azt hiszem, hogy általános harmadik, negyedik környékén volt. Azt tudom, hogy alsóba, mert felsőbe külön részre jártunk a suliba. Szóval biztos, hogy nem felsőbe. Tehát ilyen harmadik, negyedik maximum. Ötödik már nem lehetett. Harmadik, negyedik. Na akkor volt első affér a rendőrökkel, ugye. Mivel kb. Akkor vonultak ki a ruszkik. Aztán orba szájba mindenkinek árulták a fegyvereket, meg a lőszert. Meg mindent is, ami csak volt nekik. Volt az a városi legenda, hogy a izét nem adták el, a bajonettjüket, ugye az AK bajonettjüket, mert arra volt az esküjük, arra esküdtek fel. Hát ez nem tudom mennyire volt. Basz, ez lök minket le, hallod? Ujj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 j Ez nagyon jó, ezt tetszik, ez a lovaskocsi style. Igen. És ide, és ugye árulták ezeket a mindent is. Hát akkor ugye nem csoda, hogy a 90-es években mindenhol kézigránáttal dobáltak minden diszkóra, meg akával lövöldöztek, még a kenyeres kocsit is azzal rabolták. Mert hát lehetett szerezni, mert a ruszkik azok eladták mindent is. Így zsiguli csomagtartóból, meg uaz, meg minden, abból árulták a izéket a falukban. A fegyvereket. Nem tököltek. Hát a magyar rendőr nem ment oda hozzájuk. Mármint így persze az durva lett volna, hogyha akkor előttük árulják, de hogyha nem állították meg őket, hogy mit kerestek itt ebbe a faluba. Azért egy kicsit ott még mindig meg volt a hatalom. Na mindegy, és akkor hozzám megjutott, így minden, így ment kézről kézre, ugye a cucc, akinek kellett az. Ezt vett, azt vett. Én ugye kisgyerekként, harmadikosként nem tudtam venni tőlük, de hozzájutottam valamilyen ismerősen keresztül, lőszerhez, AK-47-es lőszerhez. Nem tudom, sok mindent nem lehetett csinálni, ám jó nézett ki. Meg azért menő volt egy, mit tudom én, egy ilyen tárnyi AK-47-es lőszerhez volt harmadikos korodban. Hát ez rohadt menő voltál vele. És izé volt, azt tudom, hogy elkezdtem árulgatni. Mert cserélni, mindig cseréltem. Mindig, volt egy tanárom, az mindig megkérdezte, hogy na Attila, ma mit cserélsz, mi van az üzlet? És akkor kipakoltam neki, hogy ma ezek a bizniszek. Mert mindent cseréltem, leginkább azokat a dolgokat, amik nem az enyémek voltak. Azt emlékszem rá, hogy a tesómnak a bélyeg gyűjteményét azt elcseréltem egy tolltartóra. Hát a tesóm az nem volt boldog, én nagyon boldog voltam egyébként a tolltartóval. Na, tehát érjünk vissza az AK-47-es lőszerre. Hát ez teljesen kapcsolódik egyébként a farming szimulátor világához, ugye srácok? Egyébként tempomat 60 vagyok, nem megy följebb, szóval itt a szenvedés van. Szóval ennél gyorsabban nem fogunk tudni menni, bocsánatot kérek érte. De hát legyünk egy kicsit autentikusak, fogunk mi még száguldozni John Deere-kkel, ugye? Mit akartam mondani? Igen, AK-47-es lőszer. Hát elkezdtem cserégetni mindenre is, ugye tök jó volt, lett hirtelen walkie-talkie-m, meg walkman-em, meg színes ceruzálpakkom, meg minden, mert másoknak meg lett AK-47-es lőszerük. Hát micsoda üzlet, ugye? Biztos izéknek, alsós iskolás gyerekeknek kell
AK-47-es lőszer. Na szóval, az elég jó is volt, csak a suliba még szénnel fűtöttek. Ugye ezt azzal fűtöttek szénnel. És volt egy ilyen salakdomb, nem tudom, biztos emlékeztek sokan rá, hogy tényleg az volt, hogy a suli mellett volt egy salakdomb, ez úgy volt az udvar, a suli udvarán, hát ott is nagyon figyeltek nem a munkavédelemre, hanem a környezetvédelemre, meg az egészségre, a gyerekek a salakdombon rugdosták a köveket, szóval ott még füstölt, tudjátok, a kiégett szén, nem számít. Hát egy hülye gyerek, az meg a frissen kiadott salakra rárakta az AK-47-es lőszert, gondoltam, biztos el fog sülni, és milyen jól gondolt, el is sült, és egy ilyen zárt udvarban volt ez az egész, körbe. Ezek, és így elpendült ugye az AK lőszer, aztán belecsapódott ott az egyik falba, miközben a gyerekek meg ottan játszottak, érted, a Terike épp a nyuszta a moncsicsiét. Aztán ugye, az meg milyen bugok ott, pazze? Mik azok a zsákok? Azok reload vannak? Ezt nem is tudtam, ezt nem láttam, nem én vittem oda egyébként. Mit keresnek azokon? Lehet, hogy csak valami decoration. Igen, ez történt. Nem örültek a tanárok, hirtelen már minden anyámat behívták, persze, egyből egy ilyen pitiáler dolog miatt. Akkor jött a rendőrbácsik, hogy honnan van az AK lőszer, mintha nem tudnád, papa. Egyébként az a durva, hogy nem is kerítettek olyan nagy feneket neki. Mármint, hogy jó, AK lőszer, jó, összeszedjük, van még, nincs, oké, ennyi volt. Ez durva volt, hogy akkor annyira természetes volt, és ezt halál komolyan mondom. Emlékeznek rá, vagy nem tudom, lakta, vagy a környékén laktak, vagy valami, biztos vagyok benne, hogy tudják, hogy eladtak mindent a ruszkik, az a lényeg, a végén húzzanak elé, ugye? Nem véletlenül volt a padödőnek is a bye-bye szása, kitoltál velem, elmentél és azóta is az órám keresem, hogy leléptek, aztán itt hagyták a nőket, ellopták tőlük még a cuccokat, és már tudták, hogy soha a büdös életbe ide nem fognak visszatérni. De ezenről jut eszembe egyébként mondjuk, én is ugye negyedrész szovjet vagyok, mert ugye a anyukámnak az apukája az egy orosz katona volt a második világháborúban. Úgyhogy a nagymamámmal egy orosz katona volt, és úgy lett anyukám, 46-ban született anyukám. Úgyhogy ez ilyen... Igen, ezek az oroszok, ezek mindig ilyen furmágyos dolgokat csináltak. Na, igen, miről beszéltünk? Ja, úgyhogy össze tudjátok vetni, hogy rosszak vagytok, meg én mennyire rossz voltam. Szerintem régebben azért sokkal rosszabbak lehettek a gyerekek. Mindig azt mondják a mai fiatalok, hát de szerintem nem árultok AK lőszereket a suliba. Hát meg olyanok voltak, úristen. Fú, mik voltak te? Tényleg is általános iskolában. Gyerekek, hogy a tökönbe történhetett ez meg? Hogy éltük túl egyáltalán az általános sulit? Na, meghoztuk a fát. Nem bírom ezt a trakit egyébként, tök jó. Hát talán nem egy erőgép, mert szegény itten kénylódik. Azt se tudja, hogy mi történik. De nem tudja, automatában van elvileg az a szutymadék, és nem kapcsol följebb. Én csak szemben mind az őrüttek. Jó rozsdás, meg ráadásul vizes is ettől a hótól, vagy nem tudom ilyen a textúra, de rohadt jól néz ki. Hogy ilyen... Jó, mi van itt egy nagy gödör? Az igen, hát köszönöm szépen, reméljük. Jaj, more! Jó, megtörtént, sikerült. Elvég ide kell hozni a fát, viszont ennek szerintem nincsen nagyon billentése. Úgyhogy azt el lehet felejteni, megpróbáljuk, mindjárt leszoljuk kézzel, azt eladjuk. Legalább lesz egy kis csodálatos összegünk. Ja, hát ez ember ez a szerencsétlen traktor. Lehet, hogy az ökrös szekére hamarabb ide húztam volna, de hát legyen egy kis fejlődés azért. És a következő részben azt tervezem, na azt akartam mondani, hogy még kéne húzni a gyarag... Nem baj, hogyha mesélek közben, srácok. Szóljatok ám, hogyha unjátok, vagy mit tudom én. Ne beszéljek ennyit, vagy hogy inkább beszéljek többet, vagy mit csináljak. Na álljál meg, Sándor! Hát azt hittem, sose érünk ide, ez a kis kotla, amire idehozta ezt a szart. Évileg ugye ez úgy működik, hogy ki kell pakolni, és utána egy eladást kell nyomni, szóval ez így nem instant viszi. Szégyen, nem szégyen, FS22-vel nem sokat játszottam, úgyhogy fel kell találnunk magunkat majd, hogy mégis hogyan, merre képpen, miképpen működnek a dolgok. Hát szerintem ezért kapok egy ezret, nem?
Azért az nagy ugrás lenne. Meg kell gyűjteni, mivel az eszközök azok nem olyan olcsóak. De lehet, hogy a gameplay végén, ha megvárjátok, aki megvárja, és nem ér most oda pörgetni, aki megvárja a gameplay végét, mi a tök? Annak... Az meg fogja látni, hogy milyen csodás... az nem bugolt be oda, hallod? Milyen csodás eszközöket hoztam, gyerekek. Mármint milyen régi, autentikus eszközökkel fogunk munkát végezni. Hát lelőjem a poén, mert akkor meg lelövöm meg, akkor azt mondjátok, hogy máshol jövök a következő részben, mert tudok mindent. Szét van spoilerezve. Na gyerekek, itt a fa. Olaf a főnök. 1290 valamennyi, ez jó. Viszont tényleg kell a lóvé. Visszafele majd megállunk a bótnál, srácok. Indul meg. De ez a traktor, ez nem egy erőgép. Viszont szerintem teljesen reális ez a dolog. Mi a szar? Üresen azért már húzd meg, vagy mi történik? Valami bebugold valahova, vagy? Ott egy sajt, az mit ad? Az lehet, hogy pénzt ad, ilyen gyűjthető, ugye? Fölmegyem? Hogy kell fölvenni? Ó, ezret adott. Hát ennek nem számoltunk, de oké, okay. Jó. Hát hogyha gondoljátok, azt mondjátok, hogy ez olyan nem lenne jó. Na, most beindult a Verda. Rakok egy tempomatot. 11-re az a max. Ezekben a nagy gödrökben nem akarok belevenni. Na most 11-el hasítunk. Visszafele megállunk a boltnál, megnézzük. Vagy inkább még föl kéne drabolni azt a fát. Te, nem kisebb ó? Addig is kilátszott a fű? Talán már valami lesz. És igen, a következő részben akkor én javasolnék, hogy kezdjük el földet művelni. Megnézzük azt a... meg is nézzük a földünket. Jó gyerekek, hogy mi van rajta? Szerintem kisebb a fű, nem látszott ki a... vagy kisebb a... ahó, nem látszott ki a fű, vagy csak nekem valami... Itt meg mit csinálnak, olajat szőkítenek? Oda nézz, mi van itt, te. Ez érdekes, milyen a hely? Vagy borpancsolnak? Ja, egyébként van egy csomó ilyen farm, amit itt meg lehetne venni. Láttam, hogy több farmház van, és azokat megveszed, és akkor ott vannak különböző ilyen műhelyek, meg minden. Azt hiszem, ez is például egy farmház. Itt jobb oldalt, ami most jön. Itt. És ez is, látod? És itt is be tudsz rendezkedni. Én szerintem az. És itt például állatokat tudnál tartani, úgyhogy ezeket megkérem, hogy menni. Hát figyeljetek, nem voltak egy kapkoró idegbetegek szerintem a régi traktorosok. Amikor egy ilyen tízzel így elkegyektek egy a... egyik helyről a másikig, az 10 km per óra, azt érted? 10 km maximum. Tehát az azt jelenti, hogy 1 km megtettek... olyan 6 perc alatt, ugye? 6 perc volt 1 km. 10 km megtettek 1 óra alatt, hallod? Most meg megteszed basszus izé alatt. 10 kilométert, mennyi idő alatt? Szóval akár 6 perc alatt ugye, hogyha például 100-zal mész. Brutál, nagyon durva. Meg hogy fászodott a segük? Vitték ám a párnát, gondolom? Ezerrel. Ez tök jó az a lerakott épület itt. Itt van valami konténerszerű, nem tudom, ide van, cirkuszos kocsi, ide van lögve. Itt meg nem tudom, hol kell befordulni, de szerintem itt. Most már egyébként vágjátok, hogy miért van az egyenes... Uha! Ejha! Na, nekem mi történik? A bajok nem kicsik, gyerekek, bajok nem kicsik, kerülünk valamire. Ejha! Mit csináltál? Ez itt nem fog felvenni, apám. Jó, hogy arrafele nem volt nagy lehető. Próbálunk, kicsit tekergetjük a kormány. Jó lenne felmenni. Ez a hó se segít az ügyünkön szerintem. Na. Jó lesz ez. Jó lesz ez, jó van, oké. Okay. Na, megnézzük a területünket, hogy mi mégis mi van vele.
Azt a betyárat, kiköpi mindjárt az izét, gyerekek. Mindjárt kiköpi a... Neköpi a henger fejet. Jó, te... Képzeljétek, ezek a szinte kézzel készült motorok mennyire nem voltak tartósak annó. Jó, oké, benne volt az anyag, de ugye nem volt olyan fejlett a gyártás technológia, hogy annyira precíz illesztéseket tudjanak csinálni a motoroknál, legyen az a dugattyú, vagy mint a hengerfejnél, vagy bárhol. Gyerekek, ez le van kutlálva. Na, végre megindulunk. Hát rendesen le van szedálva ez a verda. Az még lefele se? Na mi van, már indul meg. Azt a betyár, hát ez szoború. Na, hol van a íz? Itt a két fal között? Ez olyan így, akkor ez gyöp, vagy mi van itt? Gyöp? Gyöp? Na várja, megnézzük, hogy mi ez. Hú, te! Hát ugye ide szülök, amire ezzel elérek A-ból B-ig. Mi ez? Hozom bronz 20-23% fű. Betakarításra kész. Hát mondjuk akkor, hogyha ez... Én nem tudom, hogy ezzel mi lesz tavaszig. Vagy ezt tudom-e kaszálni mondjuk. Lekaszálnám, mielőtt felszántam. Mert szerintem a valóságban se dobtak el semmit. Nem hiszem, hogy úgy dolgoztak, hogy jó van, nem számít, hogyha rajt van a jó lucerna. Szántsad le! Érted? Na, azt akartam mondani, első kerék váljatok, vagyok azok a hornyok, azok már tudjátok miért van. Ugye amikor kanyarodik, akkor annak köszönhető, hogy nem kezd el csúszni, hát ugye tapadása nulla lenne egy ilyen darab vasnak, akár a földön, akár a sárba, meg főleg, meg próba. Emiatt az a vájat, az így mint egy ilyen él, így belefúrodik a földbe, és nem engedi jobbra-balra csúszkálni a kereket. Ez rohadt jól meg van csinálva, hát ez meg viszont szenved ez a gép rendesen. Viszont lehet, hogy egy ganyét is vinnék vele, nem tudom, most élem ezt az egészet. Figyeljetek, viszünk egy ganyét, és akkor úgy behetjük visszafele már a... Fú, te... Meg azok a hirdatlan merev váltások, amiket ez leművel ez a traktor. Megrakjuk ganéval? Nem visszük? Ganét az csak egy helyre lehet, azt hiszem. Vagy figyelj, felszólhatnám a bálát, nem? Szóljuk fel a bálát. Ez a kormánykerék, gyerekek, nem vitték túlzásba a dizájnt, mi? Olyan, mint valami régi ilyen... régi versenyautókon volt ilyen kávé, ugyanaz. Na, ezt felszórom a bálát, leállítjuk. Elfogjon az üzemanyag. Juhuhu, jó a traktor, gyerekek. És meg is nézem, akkor a szalma az, hova, mikor, merre. Szalma. Az érdek 50, de lefele megy, ott meg 49 fölfele, vagy hát akkor még mindig itt jobb lenne. Várj, az állatpiac, az hol van? Ha, azt hittem, hogy ő az, de nem. Jó. Oké. Okay. Tök autentikus egyébként ez a hóesés nekem, ez ad egy ilyen plusz feelinget az egésznek. Na, szórjuk meg a bálával a cucc, itt befér? Hú, hát ez pont jó lesz, gyerekek, ez pont befér. Oké. Okay. Hát mondjuk jó lenne, hogyha azért el is férne, ez tényleg elférne. Ó. Az mióta van így, hogy így át lehet rakni a dolgokat? Hey, a francba! Hát ez gyerekek... Jaj, nem most meg... Jaj, az most meg bugol. Az a baj, épp hogy befér így. Úgyhogy itt... Úgy, jó. Jó lenne, hogyha fölférne az összes, érted. Ezen nem lehet spanizni egyébként ezen a pótkocsin. Nincsen spanizási lehetőség. Nem tudjuk időnkétni a mozzaggal. Valamiről elkezdtem beszélni, azt elfelejtettem. Jó, hogy milyen jó gyerek voltam, mi? Ja. A mai gyerekekre most meg úgy vigyáznak, mint a szemük fényére, szerintem a régen nem az volt. A régen szóltak rá, hogy azt se tudták, hogy hol vagy. Aztán azért, hát biztos aggódtak, de igazából nem volt annyi idejük az embereknek szerintem a telefon nyomkodni, mármint ugye a szülőknek se. Ó, most nem a szülőket akarok bántani, de tényleg, régen azért valahogy elég extrém világ volt ehhez képest. Például, ezt tudom, hogy apám és anyám is ugye dolgozott,
Ugye apám a TS-be, anyám az meg egy ilyen faipari szövetkezetnél. És amikor hazajöttek, azt úgy higgyétek el, hogy mi így a boltba, mi soha nem vettünk semmit. Kizárólag a kenyeret, a cukrot, meg a sót, meg a kávét, ilyeneket. De úgy, hogy kajának semmilyen alapanyagot, semmit soha, tényleg. Ja, meg lisztet esetleg azt hiszem, az vettünk, mert azt nem. De úgy, hogy az összes zöldséget, az összes krumplit, az összes húst, meg mindenféle ilyet, azt mind házilag készítette el anyám, ugye. Állatokat tartottunk, növényeket termesztettünk, meg voltak a tartósítási eljárások, akár a zöldségeknek, hogy akár télen is ehessél bármit szinte, de hát meg szezonja volt mindennek. Egész nyáron izét ettél, egész nyáron sütt paprikát ettél tojással, meg tojásos paprikát ettél, meg lecsót. Érted? És a lecsóban nem kóbász volt, vagy úgy volt jó, volt száraz kóbász is, de szalonna volt például. Ugye a húsok tartósítása, az elég, hát, ja, nem, ugye nem csak a mélyhűtő volt, hanem egyszerűen lesütötték, zsírba tárolták ugye a húsokat, az is. Micsoda fincsi volt, mi gyerekek? Hú, gyerekek, nagyon kemény volt. Hát a például a tésztákat, anyám az semmilyen tésztát nem vett, de úgy értem, hogy ilyen leves tésztát, gyerekek, ez is ilyen rohadt nehéz, nem megőrülök. Tegyél neki valami rettenetes, mert mindjárt meghalunk. Na, ja, ilyen tésztákat is ő készítette, mármint ilyen mácsikot, meg mit tudom, ilyen kockákat, meg leves tésztákat, mindent ő csinált, soha nem vettünk semmilyen tésztát. Hát a sütiket azt meg nem is foszhatjuk már, nem is felejtsük már, ja. Na, megindultunk. Talán is föl is kepesztett. Most tettem neki egy rettenetest, vagy nem tudom, hogy én tettem-e, vagy sikerült neki, mondjuk a szalma lehet nem olyan nehéz. Várjál, az meg nekem fog úgy gyors, most lehet, hogy hülye hangzik. De egy ilyen 8-a bőven meg itt föl sem megy, úgyhogy tök mindegy, mennyit rakok neki. Ja, igen. Ja, minden egy szezonja volt. Ezt akkor mindig azt tetted, meg emlékszem rá ugye, hogy minden, mit tudom, paradicsomot azt üvegekbe kipaszírozta anyám, belerakta üvegekbe, és akkor volt paradicsom sűrítmény, akkor akármikor lehetett paradicsomlevest csinálni, káposzta el volt rakva ugye ilyen nagy, baromi nagy dézsába, az Isten tudja minden még, meg még állatok voltak, mit tudom én, volt legalább 50 csirke, meg 20 kacsa, meg liba az olyan nem nagyon, mert nem szerették anyám még, de és azokkal mind foglalkozni, akkor az alapanyagok mindenből megcsinálni, mindig ugye ezeket kellett velük foglalkozni, úgyhogy a munka mellett simán ezeket kellett csinálnia, kellett állatot etetni, ezen kívül ugye egész évben kellett menni megtermelni ezeket, ki kellett menni a hegyre, ugye nekünk úgy nevezték hegy, és akkor ott ugye kellett a paradicsomot kapálni, meg ültetni, meg mindent csinálni folyamatosan. Ezt konkrétan én nem is értem, hogy tényleg, hogy ahhoz képest, amíg most van, hogy szinte a munkán kívül, meg a házi munkán kívül, hogy nincs is nagyon. Majd a házi munka úgy értem, hogy takarítás, meg főzés, meg mosás. Azon kívül már nagyon nem szoknak az emberek sok mindent csinálni. De akkor is ezt megcsinálták. Szóval erre értettem, hogy a kevesebb feladata van a mostani szülőknek szerintem, és emiatt is ugye az akkori szülők kénytelenek is voltak elengedni a gyerekeket jobban magukra, mivel nem tudtak velük annyit foglalkozni, mert ezeket a teendőket, ezeket muszáj volt megcsinálni. Mert nem csinálta meg helyettük senki. És muszáj volt megcsinálni tényleg, mert ebből volt a megélhetésük. Hát anyám az el se tudta volna képzelni, hogy nem olyan húst teszik például csirkét, vagy disznót, vagy bármit, amit nem ő nevel. És ezt tudom, hogy talán még volt is ilyen, hogy még a tesómék, amikor Zalaegerszegre költöztek, talán valamire emlik, hogy ugye nem annyira volt oda azért, amikor ilyen bolti csirkét kellett tennie. Ez nagyon durva volt. Hát igazából tényleg más íze is volt. Hú, az a kacsahús, ami a nagy izébek sül, gyerekek, a sporhelten. Egy-kettő kacsa, annyi húsi, benne a
egy ilyen hatalmas lábasba, és ugye amíg, fú, és amikor már elúgott a tűz, akkor is fel lett hagyva, vagy félre volt húzva, és fel lett hagyva, és megkötött az a kacsa zsír, és a töpörtyüket, a kacsa töpörtyüket kikaparni belőle. Hú, bazd a gyerekek, azok nagyon durva szép idők voltak, mi? Ezt nem is értékelhet az ember. Soha nem értékel éppen, amit van, ami van az ember. Azért nagyon fura. Úgyhogy szerintem akár milyen korszakban is vagy, akár gyerek, akár felnőtt, akkor próbáld meg értékelni azt, ami éppen van, mert különben az nem jó, mert mindig akkor esetleg arra fogsz visszagondolni, hogy úristen, milyen jó volt régebben, és lehet, hogy 10 év múlva majd arra fogsz visszagondolni, hogy úgy jó volt 10 évvel ezelőtt, tehát most. Szóval ez így működik. Na. Hát dumálni az dumálunk össze-vissza, remélem tényleg nem zavaró senkinek. Viszont megindultunk ám. Közben szándékosan egy kicsit lejjebb vettem ugye a sebességet. Beszélgetünk, traktorozunk, dolgozunk. Ó, az a... Ki ne törjön a kocsi kereke! Milyen érdekes... most eszembe jutott a kerékkötő. Valakinek, valaminek a... valaminek a kerékkötője, valaki azt mondják, hogy fékezi. És ugye az is a mezőgazdaságból, például a kocsiról származik, mert ugye azt tudjátok, hogy utaztam lovaskocsin még gyerekkoromban, és tudom, hogy meg szokták kötni a kereket akkor, amikor lejtő van, hogy ne menj, ne fusson rá a lóra. Szó szerint leszokták fixálni, valahogy lekötik a kereket. Várja, itt ezt le tudom billenteni, vagy megint le kell szórnom. Ajaj, de jó leszette. 792. Ja, és szó szerint meg szokták kötni a kereket, amikor egy ilyen nagy lejtő előtt meg szoktunk állni, megkötötték a kereket, aztán ugye akkor az csúszott végig, hogy ne az legyen, hogy a... menjünk már, vagy valami legyen. Hát gyerekek, ez a kotla, ez a kanyar, amikor kanyarodik az a kocsi, na indulj már, menjél már! Induljuk már meg, na végre basszus! Hát komolyan mond, nem megy, miért nem megy? Össze-vissza váltogat, hát ez vagy bugos, vagy én vagyok hülye. Miért vált le egybe? Berakom a tempomat, ott levált egybe, gyerekek. Így meg, hogyha nyomok gázt. Na végre. Basszus, szórja a sebességeket az a kotla, gyerekek. Na, igen. Szóval, mit akartam mondani? Ja, értékeljetek, ami éppen van. Ne az legyen, hogy mindig arra gondoltok vissza, mi volt régen jó. Egyébként az a durva... ugye vannak... Ja. Vannak azok az emberek, akik ugye sírják vissza például a régi rendszert, az akár kommunista rendszert is, amikor nem volt egyáltalán jó soruk. De ugye azért is őnekik szép, és mindenkinek azért szép egy olyan korszak, ami nem biztos, hogy olyan jó volt, de ő neki azért szép, mert ugye akkor mondott fiatal, vagy akkor ért meg valami olyan dolgot, egy szerelmet, vagy bármit, ami ő neki egy jó emlék marad örökre. Úgyhogy igen, ja, jó. Úgyhogy na, most arra akartam célhozni, nem kell mennyire szar is éppen most, ugye mondják Magyarországon, vagy Európában, vagy bárhol. Szerintem ne pont ezzel foglalkozzon az ember, hanem foglalkozzon a környezetével és magával, hogy élvezze azt ki, akár azt is, hogy süt a nap, vagy pedig azt is, hogy itt vagyok velem, vagy bármit, most tényleg akármilyen kicsit triviális dolog is lehet tök jó dolog. Mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Valamit akartam mondani, basszus, és elfelejtettem. Igen, szerintem azért is voltak nyugodtabbak és sokkal, hát, kiegyensúlyozottabbak a régi világban élő emberek. Mert ha belegondoltok, a mai világban, hogyha történik mondjuk, itt tudom én, Bangladesben egy robbantás és meghal 3 gyerek, ami rettenetesen szörnyű, tudom, de minden egyes pici hír, meg minden egyes kicsi történés, ami teljesen abszolút nem befolyásolja a te létedet, azzal is foglalkozol és azzal is... úgy érzed, hogy törődnöd kell, és törődsz is, mivel ugye hát természetesen, hogy az egy rossz hír. Ez olyan, hogy nyilván. De most belegondoltok, hogyha ezt még jobban itt kiszélesítjük ezt az egészet. Neked mondjuk a Tibetbe történik valami, vagy akárhol egy
akár egy triviálisan kicsi dolog is, nem triviális természetesen az, hogyha megvan valaki, de akkor is kapsz róla hírt, és akkor folyamatosan foglalkoztat, hogy jaj, mi van most éppen itt, meg mi van most ott. Viszont, hogyha ezt még jobban kitágítjuk, hogy tegyük fel azt, hogy mondjuk az emberiség már sokkal fejlettebb ennél, és már mit tudom én, egy univerzumra való bolygót kolonizáltunk, és te élnél a mit tudom, hány év fényévre lévő bolygóra, és hallanád, hogy a Földön történt egy földrengés, mármint a Föld nevű bolygón történt egy földrengés, és mit tudom, Párizsban meghaltak 36-an. Igen. Ez körülbelül pontosan ugyanaz, és pontosan ugyanannyira hatással rád ez az a történés, mármint így mentálisan lehet hatással rád, de úgy értem, hogy fizikailag, vagy bárhogy, máshogy nincs hatással rád. És erről, ezekről a történésekről egy régi világban élő ember ezekről nem hallott, nem tudott. Értitek? És emiatt nem létezett. Létezett ő neki a kis közössége, a családja, a falu, és esetleg a szomszédfalban mi történt, hallomás alapján, és itt élte a világát, ugyanúgy dúltak a háborúk, ugyanúgy történtek a rossz események itt, meg ott, meg a közel-keleten, vagy bárhol, de ő mégis ebben a kicsi világban gyakorlatilag az formálta ő neki a napjait és a létét, hogy ebben a kicsi világban mi történik, és ellen volt is ráhatása. Nem egy olyan dolog aggasztotta, vagy éppen húzta le mentálisan, szellemileg, vagy nem szellemileg, hanem inkább lelkileg, amire semmilyen ráhatása nincsen. És ez szerintem valahol nem jó. Valahol tudom, hogy ez a tipikus olyan példa, hogy édes tudatlanság, de felgondoltak akkor is. Hát miért kell minden apró dologgal, nem apró, tudom, de értitek, hogy mire, remélem, hogy értitek, mire gondolok. Foglalkozni az embernek, és emiatt ez rettenetesen mérgező, és tényleg nagyon toxikus tud lenni a lelki állapotodra. És egyrészt, hogy tényleg abszolút semmilyen ráhatással nem tudsz rá lenni. És ez a tipikus az, amikor kiöntesz egy pohárvizet, és akkor mondják, hogy mert Afrikában meg szomjaznak. De nem tudsz azzal mit tenni. Nem tudsz azzal mit tenni azért, mert te kiöntöd azt a vizet. Úgy utálom azt a mentalitást, amikor emiatt kötnek bele emberekbe, hogy például ez a tipikus víz téma, vagy akármi is. De nem tudsz az ellen tenni, és nem csinálhatásod, és emiatt volt talán jó egy ilyen kisebb közösség részeként egy faluba lakni, mondjuk az 1900-as években, persze szinte nem kaptál semmilyen inget kívülről. Na. Kíváncsi vagyok, hogy erre a kocsira lehet rakni. Gyerekek, mindent is csinálunk. Szarrá keressük magunkat. És menni fogunk. Vásárolni. Na, ebbe belefér. Ó, Gani. Univerzál, gyerekek. Univerzál is a cajri. Várja, hát itt ez meg... Jaj, lehet, hogy köl a lapát ezt összedobni egy helyre. Lehet, hogy kölleri fog nekünk az a csuda dolog. Lehet, hogy kelleni fog. Micsoda filozófikus tartalmakat is így megosztok veletek, de kíváncsi vagy lennék a ti gondolataitokra is. Az a baj, hogy ez így ilyen nagyon egyoldalú ez a kommunikáció. Ezen csak egy módon változtathattok, hogyha írtok kommentet. És akkor tudok egy az, hogy reagálni rá, meg tudom, hogy ti mit gondoltok erről a dologról. Ebben mint össze több félne, nem gyerekek? Hú, ez annyira hosszú ez a gameplay, de baze, nem bírom abba hagyni. Tök jó, ez, úgy imádom az ilyeneket. Amikor annyira ráfüggsz valamire, hogy egyszer nem tudtam abba hagyni, és egyébként van 3300-unk, és megmondom őszintén, hogy szerintem ezzel tényleg meg is dolgoztunk, és nem csak az volt, hogy jaj, mert valami elrejtett dolog volt, oké, hogy itt volt fa, azt kivágtuk, tudom egyébként még a fát nem vágtuk teljesen össze, csak az a baj, a vékonyabb ágaktól félek, mert a hó alá úgy be fog akadni, hogy nem fogom meglátni. Úgyhogy ez van. Itt meg viszont lapáttal lehet, hogy fölkö dobnom majd a maradékot, mert nem fogom tudni. Sajnos gyerekek ezzel fölszedni, mert az már messzebb lesz, és ennek nem lehet kihosszabbá hajtani a cuccát, úgyhogy a lapátta ganét rakhatjuk. Új, emlékszem rá egyébként, amikor traktoros volt a fater, aztán mentem vele, ugye meséltem erről már gyerekként, hogy volt 2 rakódója, bazza, nem régen, nem kis pályások voltak az egények gyerekek, mármint az emberek, nem voltak tökéletlenek. 2 rakódója volt, a Lepsényi Imre, meg az öreg Bagó,
Azt hiszem, meg volt talán még egy, ki volt a neve? Úristen, ki volt a neve? Mi volt a neve neki? Na most az idegesíteni fog. Zreg Losonci az is csinálta talán? Volt rakódója? Nem tudom, gyerekek. Valami rémlik, az öreg Losi is talán volt. Neki a fia meg játszik a farminggel, de milyen érdekes. Lehet, hogy őnek is vannak ilyen emlékei, amit mesélni szokott az apja. Ja, ismerem, itt szembe szomszédom, szoktam neki segíteni. Kölcsön, vagy nem kölcsön adtam neki, odaadtam a Farming 22-t. Ezt képzeljétek el, hogy mekkora ilyen karma, ilyen instant karma ez az egész, hogy a srác Farming Simulator 22-zni akar. Hát úgy srác, hogy nem fiatal, nem gyerek, hanem már nem tudom, annyi idős, mint én ma, körülbelül talán. És ugye nekem meg volt eredetiben még dobozosban a Farming Simulator 22. Nem is tudom, még talán valami tizen sok ezerért vettem. 14-ért vagy 16-ért, nem tudom, jó drágán. Dobozosban vettem meg. Na, mondom, most én úgyse Farming 22-zök annyira. Orradom neki, játszom vele, tudod. És képzeljétek, ezt akarom, hogy így meglódítsam ezt a Lord kanalat. Nagyon nem sikerül. És mi történt, srácok? Hát nem fogjátok elírni. Odaadtam neki, egy hétre rá, halál komolyan esküszöm, ingyenes lett a Farming Simulator az Epic-en, a 22. Hát ez milyen insta karma, mi gondolkoztam is, hogy odaadjam? Hát mondom, odaadom, hát basszus, jó fejleszek meg minden most, tényleg. Próbáljunk meg jót tenni, hát nem baj, bukom azt a Farming Simulator, meg úgymond a pénz, meg minden, de hát kit érdekel. És bazze. Rá, rendesen izé, rendesen fura érzésem volt, hogy rá egy héttel Farming Simulator 22 Epiken ingyenes. Elmondom. Új, ez jó nem hűz, az gyerekek. Várjatok, megnézem, hogy nincsen. Ja, gondolj, az csak egy helyen volt szerintem. Azért az elég érdekes volt. Ja, az egy helyen volt, ott a izé, ott a, tudjátok. Aztán most már tényleg elmegyünk, ezt leadjuk, azt megnézzük, milyen eszközöket fogunk a következő részbe venni. Rendesek voltatok, ügyesek voltatok, kitartóak voltatok, itt maradtatok vele. Figyeld! Bedobtam neki a tempomat, ott kettesbe van, és nem tudta elhúzni. Gonyi, az nehéz, testvérem. Nem, tempomat 10. Aztán amit bír. Hát nem lett kisebb, ahol lehet. Á, nem, ez kiszórja a sebességeket, komolyan mondom. Dobok neki egy tempomatot, azt erre izé van. Kidobálja a sebességet. Barátaim, a ganyi az azért nehéz. Van fajsúly. Nem is komolyan. Ez nem fog felvenni itt. Ezt megraktam, hány liter van ezen? 5000 liter. Azt mondjátok, 5 tonna ganét ide fölküldtem. Szegény kis... de mondjuk aztán nézd már meg, ezen van. Akkora, itt valami gödör volt. Jó van, figyeljetek, én nem tempontozok, nyomom neki mind az őrütt. Nyílgázom, megpróbálunk elvenni. Hát remélem, hogy felmegy. Hát ez a fánál egy kicsit nehezebb. Mennyi, gizi, mennyi. Viszont ez annyira jól néz ki ez a tattor. Hát nyomok egy print screen-t. Megvan a izé, megvan gyerekek a... Nyomtam egy print screen-t. Megvan a borítókép, de szerintem ti már láttátok. Menj, ne kezdj el rúgni! Menj föl! Ó, Sagyi! Ez itt nem fog fölmenni, oda megy azért sem. De hát akkor hogy megyek el? Várjál! Mondom, hogy el kéne menni abbra. Fú, te! Telekeknek! Hát ez tök életű, mert biztos vagyok benne, ez így történt volna. Figyeljetek, nem taposom le a füvet? Füvet nem lehet letaposni, ugye? Nem van, hogy öppet letaposom, mert ezt le kéne kaszálnunk, vagy valami, gyerekek.
Menjél már gyorsabban, hogy valami legyen veled. Hát nem hiszlek el téged. Itt szerintem nem fogok tudni elférni sehol. Úgyhogy... Bazza, nem akar menni. Menj már! Menj már, menj már! Úristen, hát ezzel vigyázni kell ezzel a traktorra, meg ezzel a ganyéval. Kicsit kigyorsít, akkor itt adok neki egy nagyobb sebességet. Én nem gyorsít ki, oké. Okay. Hát ez kifogott rajt. Ó, bazze, srácok! Hát ez, itt megszívtuk, hallod? Mindjárt hozom a jövőt, az ökrös szekeret, kovolja. Hát azt próbálom, hogy Shreyen fölmenni. Shreyen biztos fölmenne. Csak meg kell fordulni. Egyik kerék, másik kerék, érted? Na, ha lefele megyek, talán az segít. Menj már, menj már! Gyerekek, megakadtunk a izébe. Megakadtunk a Verdába. Ja, most meg ráadásul még fölfele megyek, ugye? Ez akkor nem lesz jó. Akkor mindjárt valamit kiigazítom. Hol kéne leugratni innen? Itt a másik felén? Így várjál föl, megtolom. Toladva, mint hogyha jobban bírná a dolgot. Majd. Tegyél neki valami rettenetes, és hogy valami legyen már veled. Hát nem hiszem, hogy ennyivel tudunk menni. Jó! Ó, bazze! Telekek, meg itt valahol el kellene menni. Hát itt nem férünk el a fától. Na! Mi van, tuskóval, vagy mi a pöcsöm van? Hát autoktikus gameplayt akartatok, gyerekek, szerintem rottul megkaptátok. Velem együtt. Figyeljetek, mit tudom, le kellett volna billentenem ezt a ganét, vagy valamit kellett volna csinálnom vele. Jó, menjünk, nyomjuk neki, nehogy megálljunk. Ha itt ki tudnék valahol jutni, akkor az jó lenne, mert az útra kijutnék. Ugye ott volt az a rohadt nagy domb. Itt már talán, itt az a baj, még fölfele megyünk, de egy kicsit megpróbálok fölfele menni, hogy ne hirtelen kapassuk fel. Hú, de hosszú gameplay, gyerekek, de nem ezt akartam. Ne, hogy megizelj, meg rekedjünk. Az a baj, a hó alatt azt se látjuk, hogy ugye itt például lehet, hogy földek vannak. És akkor mit tudom én, ilyen bakháton megyünk át, vagy valami soda. Ennyi. Úgy gyerekek, megakadtunk egy kissé. Várjál. Szerintem ez lekotlott itt, gyerekek. Nem bírja. A ganyi nagyon nagy úr lett. Várjátok, gyerekek, valamit ki kéne találnom. Mert hogy elfordítom a kocsi rudat valamerre. Így. Kicsit fordítottam a kocsi rudat. Akkor talán lefelé egy jobban megindulunk. Mit próbálok rátolatni, hogy ne a dombon menjünk fölfele. Fürge ez a traktor, csak nem 5 tonna ganéva, bazd. Hülye gyerekbe, de 5 tonna ganéva megkintette itt a izét. Nyomjad nekem, Sanyi, az a baj, itt egy picit fölfele kell, ki kell kerülnünk. Jó! Nincs megállás! Nincs megállás! És ez ennél autentikusabb gameplay? No, nem létezik, gyerekek. Ott a két bokor között talán felhúzza, nem fogja felhúzni! Húzzad! Oh shit! Másfele meg nem tudok elmenni.
Itt ez, ennek neki megyek ennek a fának? Neki mi? Nem tudom, már neki is mentünk. Na a gyerekek, ez nagyon mizé, meg lekotlottunk itt. Na, ennek neki megy. Bazz, pont neki megy. Pont ott van egy ilyen checkmed. Na? Na? Férjen el, vagy forjon el, vagy hogy nevezik. Jaj, bazze, beszarok neki, komolyan mondom ezzel ganyival. Te édes Isten! Úgy van, lökd szét a bokrot, tépjád. Jó, gyerekek, hát ezt a pótkocsit nem szabad megrakni annyira. Hát csoda, hogy idejöttünk, kijutottunk innen. És ennyivel tudunk menni, basszus, a rohadt nagy hóba. Hú, basszus, gyerekeket rendesen megizéltem, megszenvedtem ezzel most, nem tudunk egy kettes. Négy, három, nem megy gyorsabb, akkor se hiába megy fel kettesbe. Szenvedési van. Hát még jó, hogy nem köpte le a hengerfejet. Azt a rohadt élet. Hát igen, viszont szerintem ez annyira autentikus, meg annyira realisztikus lett. Mivel azért 5 tonna ganét utána akasztanánk egy ilyennek, szó szerint ezt csinálná, abban biztos vagyok. Ugyanezt csinálná, hogy épp hogy még egyenesen se bírná a szerencsétlen meg elhúzni, hiába akármilyen áttétel. Egyébként lehetett választani, képzeljétek ennél, a standardnál volt egy más... Hú, gyerek, föl se tudom húzni oda az izéhez majd. Élmény lesz új gépeket venni, majd MTZ-t is meg minden, de az még nagyon odébb lesz, úgyhogy készüljetek. Inkább írjatok, léci, hogyha tudtok, és itt vagytok most éppen, hogy tudtok-e olyan gépet, ami ezek után következett, mi az, amit érdemes lenne berakni. Viszont milyen meg fogjuk nézni, hogy mivel fogunk dolgozni a következő részben, ígérem, hogyha ezt leadtam, akkor már is az lesz. Sú, gyerekek, ez rendesen, komolyan mondom, ez rendesen lefárasztott. Csak itt tudjuk felhúzni addig, hogy üres ki tudjunk üríteni, mert akkor itten lapáttak majd. Kell hozni egy lapátot, azt a... Egyébként ez volt a valóságban is, hoztak egy lapátot, azt ledobták. Nem tudtak mit csinálni. Én azt akartam mondani, hogy régen a rakodói a faternak ilyen pótkocsi garét meg szoktak dobni vellával. Azért az már kemény, nem? Tudjátok milyen nehéz a gané? Jó, mennyi. Ne állj meg! Ó, te már ilyen suncut. Hát bazza, gyerekek, erre nem vállalkozni. Még egyszer, esküszöm. Hát ez kivette az erőt a gépből. De pörög a money, pörög. Hipufogót nem vitték túlzásba, nem fönn van elvedetve, nézzétek, hanem alul, ide hátra. Még ugye nem volt divat az, hogy... Na, tegyünk neki egy retteltes, hát csak nem gép, ha nem bírja. Itt el kéne menni egy utcával lejjebb. Ezt komolyan mondom, hogy ez nem... Ez a gép... Ez... Az ökrös szekerünk jobb volt. Na, bevette. Egyébként a sebességekkel is nincs kibékülve rendesen, hogy éppen melyiket kéne neki vennie. Na, hol van? Erre van, ugye? Erre tudok menni? Ja, lehet, hogy nem, bazza. Ne férünk itt a kettő között? Jó, bazza, így nem. Olyan kitört a kereke. Kicsit kaotikus az a map. Jó, van, megint kezdődik. Ahogy most kellett nekem ide begyűnöm, gyerekek. Már most érzem, hogy itt ez... Ugye kitolhatok, ahogy tudok, azt valahogy máshogy oldjuk meg. Ja, tudom, egyébként benzinkút 1919-ben nem a legautentikusabb. Fú, gyerekek, de amikor meg meglök ez a pocsi, akkor meg majdnem izé... Majdnem szétzugadunk. Na, ott el tudunk menni, de miért nem lehet ott elmenni? Hogy utálom, hogy itt nincs izé... Föl tudja ott húzni? Ez a traktor, gyerekek. A boltba kéne menni egyébként. Ezt akartam útba ejteni. Az adván lenni, jó van, oké, most már jók leszünk.
Nem baj, letiporjuk a szomszédét. Micsoda kis parcellák, gyerekek, mondjuk itt összeszandva meg egész jó lenne. Na van egy méteres hó, hát mi történik, mi folyik egy gyöngyösön? Na megmutatom, hogy mi az, amiben gondolkozik a keeper, aztán meglátjátok, hogy szerintetek az mennyire jó, vagy mennyire nem. Még valószínűleg nem veszük meg, mert lehet, hogy nincs is rá pénzük. Azt a betyár, ez a traktor. Ez nagyon cudar. Oké, a modok között lesz. Gyorsan végigfutok. Egyébként itt volt, erről beszéltem, ugye ez a Steam-es, tehát kész, mi az? Az gőz meghajtású. De nem ezt akartam mondani, amit akarok következő részbe. Egyébként van egy olyan cucc, ezt egyébként ilyen csúnyán néz ki kéken, nem tudom miért ez az alapszíne, attól festeni, meg ugye a kereket is. Ez egy olyan dolog, hogy van az ökrünk, és amögé tudunk felcsatlakoztatni 3 pontosokat, természetesen ilyen nagyon egyszerűeket, nagyon kicsiket. Ami még nekünk lehet, hogy a következő részbe így fog jönni, sőt, valószínű, hogy fog jönni. Gyerekek, van itt kaszánk, ugye? Az ilyen pontatható, és kerékhajtja, és az pörgeti ezt a valamit, tehát nem kell hozzá semmi más. Ez tök jó szerintem az a kasza. Amit még szeretnék júzolni a következő részbe, az nem más, de iska nem kell egyelőre. Itt vannak ezek a nagyon-nagyon öreg, nagyon-nagyon régi cuccok, ugye? Ezek a... sima vontatásúak, és rendesen egy ilyen mechanikusan karokkal tudod így taszigálni ezeket, a süllyesztést meg az emelést. Ugye van kultivátorunk is, ugyanaz a retteltesen régi, van vetőgép is ilyen, az is ugye ide föl tud szülni. Kassa is van ilyen egyébként. Ja, van egy ilyen kombájnunk, ez egyelőre még nem lesz. Hát az alapszínek érdekes, hogy most miért ilyen rettentő rondák. De hát ugye ezt akarod átfaragodni majd. Igen, ez egy ilyen cséplőgép. Ez egy vontatható cséplőgép, arató eszköz konkrétan. Ez szerintem nagyon izgalmas. Ami még, de viszont a következő, igen, van ló. És ezzel tudunk vontatni ilyen asszemrönköket. Krumpli pörgető, az mindenképpen majd fog használódni, mert valószínűleg először krumplit fogunk küldetni. Gyerekek, nagyon jó dolgok lesznek. Igen, kasza, hogyha esetleg a füvet le akarjuk kaszálni. Van ez ugye ez a házi készítésű kocsi, ami gumikerekes, úgyhogy ezt egy kicsit még hanyagoljuk, srácok. Igen, ilyenekbe gondolkodtam. Azt nézem, hogy... Néha nem találom a dolgokat, viszont itt meg fogom tudni találni. Burgonya technológia. Nem. Vetőgépek. Vetőgépeknél lesz. De egy kicsit néha így. Érdekes. Érdekes, hogy az miért nincs vetöltődve. Egyéb. Sajnos úgy látom, hogy az nem töltődött be, ami éppen nekem... Még egy fontos lett volna, kézi krumpli ültetés. Az is egy borzalmasan jó dolog. Viszont igen, azt a területet meg kéne művelnünk valamilyen szinten. Lekaszáljuk a füvet, azt valahogy eladjuk róla, és akkor utána fel kéne szántani mindenképpen. Utána ugye akkor el kellene ültetni, mondjuk krumplival, kézi krumpli ültetés lenne szerintem a legoptimálisabb. Utána ugye, hogyha az megnő, addig ugye tudunk csinálni dolgokat, és ugye így múlnak majd az évek és az évtizedek, és egy évszázadnyi el fog így reppenni, ami nem lesz azért olyan rövid, mivel 100 részről beszélünk. Na, köszönöm szépen a figyelmet, remélem nem volt gond, hogy ez ilyen epik hosszú volt ez a videó, én nagyon élveztem, remélem, hogy nem beszéltem túl sokat, túl nagy hülyeségeket, de nyugodtan javítsatok ki, hogyha valamit rosszul tudok például. Köszönöm. És hogyha dobtok egy lájkot, azzal nagyon sokat segítetek a csatorna jövőjének. Köszönöm szépen, sziasztok!